Elindulunk a check-inre, illetve előbarnítás. Este 6 óra van kereken, 6.30-tól van a check-in, de oda megyünk előbb, mert több mint valószínű rengetegen lesznek. Úgyhogy induljunk is meg. Állítólag hatalmas a sor. Most kaptam az infót, úgyhogy megyünk. Amúgy meg fogalmam sincs, hogy pontosan merre van és hol van. Úgyhogy de robogós csávó egy Domino's pizzával volt. Holnap este nekem is ez lesz a vacsorám. Úgyhogy hajrá Domino's. Ez itt egy irodaház. Ott a WC-nek a szállója. És mi valahova oda megyünk. Fú, hát valami nagyon sötét sikátorokon keresztül vezetett ez az út. Azt hiszem, hogy ez lesz az. Nem tudom, hogy a fasz folyik itt. Minden esetre itt a közülben vagyunk. Nézd már, ott egy Kati Béla. Ez igen. Na, Barbi, mi volt állunk a sorban? Nagyon, 2 órája. Barbi, 2 órája, 1,5 órája kint fagyoskodunk igazából, és még a sor még mindig hatalmas, de szerencsére már itt vagyunk a bejáratnál. Ha holnapra nem leszünk lázasak, akkor szerintem ezt jól megúsztuk, bár nekem már feszít kicsit a fejem, úgyhogy jön egy kis check-in, aztán egy előbarnítás, remélem ott nem lesz ilyen nagy a sor, és nem fog kellene ennyit várni. Minden esetre szerintem a szobába befűtök, és nagyon gáz a szervezés, sajnos ezt meg kell veszelíteni. Covid helyzet, egyszerre 3-ot engedhetnek be, tehát ez van, úgyhogy kitartást nekünk. Sikerült bejutni. Geri is itt van. Bálint, majd holnap. Hát, vasárnap. Itt meg én. Na, srácok, fiúk, lányok, gyerekek, felnőttek, mindenki. Épp hogy megvan a mérlegelés. Igazából a mérlegelőnek a jó szívűségén múlott az egész, hogy elengedte a fél fontot. Tehát a lényeg, hogy megvagyunk, és a 103-as számmal indulunk. Barbie pedig a 101-esre, úgyhogy jó számokat fogtunk ki, Melinda pedig a 2, azt nem tudom, majd megkérdezzük.
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Érkezett a verseny napja. Gyönyörű reggeli kilátásunk. Tegnap este már nem jelentkeztem, mert 3:50 volt, mire végeztem. Úgy szakompak mindennel, barnítással, még átugrottam a Béláikhoz. Megnéztük a formát, megbeszéltük a mai ütemtervet, úgyhogy most felöltözöm, fogat mosok, zuhanyozni már sajnos nem, és elindulok le reggelizni, úgyhogy a reggelitől jelentkezem. Itt az ágy kicsit megfogta a előbarnítás, de annyi baj legyen, nem nekem kell kimosni. Nem a legjobbak itt a fények. Na. Kereken 7 óra, elkezdődött a reggeli, úgyhogy én lemegyek reggelizni. Gyertek velem! Tehát éjfélkor, inkább hajnalban, korán reggel, ilyen 4-kor megébredtem, úgyhogy ettem egy kis rizskását. Banánnal, mézzel, és aztán még visszafeküdtem, és most nem megyünk reggelizni, van egy egész jó reggeli, Bécivel tegnap megbeszéltük, aztán igazából már nem lesz őrült kajálgatás, se töltögetés, inkább csak csipegetés. Úgyhogy ez lesz, csak egy kis ételke, itt a nyakbarkasztó atlét. Úgyhogy, ja. Senki ne ijedjen meg, ez egy személyes reggeli, és nem én fogom megenni, hanem vissza fogok jönni valamiért. Úgyhogy étkezzünk meg. Ezt elviszem, ebből személyát csinálok, a tojást fogom megenni. Ez kb. 2 egész tojás, 3 fél tojás. Kis granola, kis péksítés a kávé. És akkor egy kis péksüti még. Nem tudom, ez a csiga-szerűség, csiga-szerű ízé. Mazsolás. Mm.
Lényegében ez egy csiga alakú croissant. És nem lehet fogadni, hogy ez egy ilyen kis batyú alakú croissant lesz. És igen, miért nem lett meg? Ez viszont kakaós. Jó, nézzük a muffint. Ez viszont... nem jó. Bár most minden jó, de amúgy... nem életem muffinja. Ez lett volna a reggeli. És meglepően jól is laktam. Levítjük egy kis kávé, aztán felmegyünk. Na, hajnalban be is kapcsoltam egy fél kiló rizst a főzőben. Úgyhogy van kajám is a napra, igazából viszek két sima rizst, csinálok egy kis rizskását, a kicsit ezt értsétek, 50 gram, meg igazából viszek rendesen már kaját, hogyha vége a verseny, akkor azért tudjak enni marhát vagy csirkét. Bár szerintem a hátam közepére is fogom kívánni. De mindegy. Felkészülünk mindenre. Mindenre is. Úgyhogy... ez lett volna a reggeli, ha jelentkezek. Elindulunk lefele. Judittal találkozunk a kocsinál, és visszük a súlyokat, aztán verseny. Maszkos élet mindörökké. Reméljük nem, úgyhogy ennek már vége lehetne. Na, ez lenne itt a backstage. Úgyhogy itt van, megnézzük a színpadot. Aha. Ez itt amúgy ilyen bár. Ez egy diszkó? Szórakozó hely? Ez egy diszkó. Annyira jól néznek ki ezek a pólók, és ott nem kaptunk már. Ó, igen. Tehát nem szabadna kamerázni, de mondtam, hogy ez csak számomra van, és ne az internetre. Többé rogalján.
hát vagyunk a backstage-ben. Fekszünk, pihenünk, várakozunk. Nem tudom, mikor kerülök a színpadra, utolsó kategória az enyém. Valószínűleg egy óra, inkább kettő, de majd úgy is szólítanak. Aztán addig itt Judittal elücsörgünk. Judit majd megcsinálja a csöpnek a haját, az enyémet nem kell. Úgyhogy most már csak relax. Aztán egy kis szendó a színpad előtt, meg durrantás. Meg a Toblerone. Sziasztok, fiúk, lányok! Lement az elődöntő. Második kihívásba voltam, úgyhogy én kicsit csalódott. Én ezért jöttem, hogy javítsak a helyezésemben, amit Fitparádén hoztam. Ugyanaz a mezőny, nem ugyanaz. Ugyanannyian voltunk, viszont a fele iráni és közel-keletről. Ha jártasok voltak ebben a sportban, tudjátok, hogy milyen szörnyek vannak. Egyszerűen valamit még mindig nem tudok felfogni, hogy hogy a ba képesek tartani a súlyt, mert ugye ugyanúgy súlykorlátos, nekik is magassághoz van kötve, és egyszerre kétszer akkorának kinézni, mint én. Tehát ezt egyszerűen nem tudom még épésszel felfogni, nem baj, javítunk, idővel beérik. Fiatal vagyok, most lesz egy hosszú pihenő minden esetre, dobok egy hamburgert, aztán visszajövök megnézni Krisztiánt, aki itt fekszik. Szia Krisz! Szia Miki! Szia! Szia. Úgyhogy... Ahojtje! Ahojtje, zdravstvuj, kofola! Zsuvacska! Botaszki! Tepláki! El van tanítva mindenre a gyerek! Én semmit nem tudom. Ilyen. Úgyhogy... Ennyi, meg egy bambi. Ugye most elköszönök, aztán mindjárt megmutatom, hogy milyen hambit eszek. Itt árulnak kint, úgyhogy gyertek velem. Szóval itt vagyunk ez a romániai Zingburger. És most már fél órája várok, mert a bíróknak most rendeltek 30 darab hamburgert, de nem baj, kivárom, mert éhes vagyok, és nagyon jó illata van, úgyhogy nézzétek meg. Gyerekek, a jó megérdemelt hamburger, és ez megérdemel egy kis mosolyt is. Úgyhogy igen, ezt most éppen elfogyasztunk. Megismerkedtem itt egy kedves hölgyel. Say hi! Food time, bebe! Úgyhogy ezt elfogyasztom, aztán megnézzük a döntőt. If we can take that fourth place medal, presented to your fourth place finisher, 66 Pantelis. Let's take the bronze medal, presented to your third place finisher, 54 Mohamed Al-Bakshi. Let's take that silver medal presented to your runner-up, 62, Ahmed Jorabi. And Andrea, let's take the first place medal and title of Open Heavyweight Champ to your first place finisher, 73, Artem Pakdir. Most
szólok előre, szerintem ez a srác, megnyerte a nehéz súlyú kategóriát, ő fog elvinni a bodybuilding-ben a profi kártyát, hihetetlen, figyeljétek ki a srácot! And title of Open Heavyweight Romania Muscle Fest Champ. All right, ladies and gentlemen, with 8258, Gregory Bella. And competitor 405, Christian Maritzi. Right, thank you, Christiane. All right, ladies and gentlemen, now we have our top five routines for our super heavyweight class. So let's welcome back our first competitor to present to you. Please welcome egy helyezéssel csúszott le a top 5 Christian. Szerintem a szezon végére kicsit megfáradt, de nem baj. Meg kell őt hajtani, hogy jövőre is induljon, mert ez a forma, ha beérik, akkor talán jövőre összejött neki a profikártya. Én szurkolok neki, ne adja fel. Hosszú szezonja volt. Nutrition, who are providing sponsorship and goodie bags for all of our top 3, top 5 finalists. So thank you, iNutrition, for your support and continued support for the Romania Muscle Fest Pro and Amateur Shows. All right, judges, there you have it, your top 5 Open Men's Bodybuilding Overall Champs. Ladies and gentlemen, it's back to our head judge, Becky Clausen. Gentlemen, quarter turn to the right. Quarter turn to the right. And relax. 34 and 69 switch, please. And now 40 and 69 switch. Relax. Side chest. Na jó, lehet, hogy mégső nyeri, de nekem full time best. And relax, turn to the back please. Back double bicep. Testőrépítés egy csúnya neki. Már bocs, bárki is legyél. Nagyon izmos volt, nagyon száraz. De ő egy szobor. And relax, last ride. Te egy görcs vagy, ne haragudj. De jó vagy. Tudjuk hozzá. And relax, either side, side tricep. And relax, face front, abdominals in one thigh. And relax, your favorite, most muscular. And relax. One more time, turn to the back, back double bicep. And relax, face front. One more time, your favorite, most muscular. Come on, 73! And relax.
Alright, I think it's time for some pose down music, please. I hear what you're saying, head judge. Ladies and gentlemen of Bucharest, Romania, you ready for a pose down? Fans at home, DJ, athletes, pose down! To present our championship title belt. Ladies and gentlemen, let's take the first place award, the Wolfpack Wings of Strength bag, the bespoke handcrafted championship title belt, the title of Men's Bodybuilding Romania Muscle Fest overall champ, and the IFBB Pro card to your new IFBB Pro, Artur Kuvale. Jó, hát nem lesz igazam, de mindenki döntse el maga. Testépítés, testépítés, izmokról szól ez tény és való, de nem szabad elfelejteni az esztétikumot, az arányokat, a srác nagyon rendben volt. Nem mindenkinek jött ma ez össze. All right, there you have it, your new IFBB Professional League Pro Card winner, Artur. I want to thank our representative from Mendes Mendes, Combat 94, Annabelle Hansen. Most jön a Barbie-nak a kategóriája, úgyhogy... Let's welcome back competitor 102, Sheldon Gouvet. Let's welcome competitor 103, Barbara Lucas. And our final competitor in that top five place, let's welcome back 354, Nina Bogi. Congratulations, Nina. Let's bring out our top five awards for our top five figure class A. Fifth place goes to 93, Vanessa Erico. Let's take the fourth place award to 94, Annabelle Hudson. Our third place award goes to 102, Charlotte Gouvet. Class A to 354, Nina Moshi. And taking one step closer to that IFBB Pro Card status and Class A champ, 103, Barbara Cox.
Thank you, Carla. Let's have Barbara's winner's photo. Thank you, Jonathan. Congratulations, Barbara. We'll see you in our overalls. Let's wish you back real soon. As we now battle it out for that IFBB Professional League profile. And title of Women's Figure Romania Muscle Fest Champ. As we pass it back to our judges' table and head judge, Becky Closen. Ladies, quarter turn to the right. Rocco Yobo Barbie. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Harley to one body very. And face front. 106 and 103 switch, please. Yes! Woo! Deadung Barbie! Deadung Barbie! Turn to the back. Deadung! And face front. Előre! Azaz! All right, thank you, ladies. You can head to the diagonal on your right. All right, thank you, judges. Thank you, Becky. Thank you, our overall figure ladies. Results come in. Thank you, Ms. Clausen. We're about to crown a new IFBB Professional League Pro right now. So Eileen, Andrea, and our representative from Eye Nutrition, let's take the winner's sash, the championship tiara, the first place award, the Wings of Strength Wolfpack bag, the custom Wings of Strength Romania Muscle Fest championship belt, the IFBB Pro Card and title of Women's Figure Romania Muscle Fest Overall Champ to your new IFBB Professional League Pro, Barbara! Competitor 132, Ahmad Al-Khalaf. And competitor 174, Ahmad Al-Khalaf.
Na, ah, majd askanálni. Mit? Askanálni. Milyen kis küzé porba fingó. Nem szeretem askanálni, kis pici küzé. Azt mondom, hogy ilyen kis porba fingó. Robot porcívó. Ajaj, belehettem a hamburgert oda, hogy dumálni. Ah, aranyos iráni. Jó, hogy még élőznek. Kornél, fogd a lábad! Na, hát... lezuhanyozva, és rendeltünk egy kis dominózt. Nézzük is. Jövünk itt. Ujjúj! És egy kis csirkefalatka, meg egy kis szósz. Úgyhogy ez lesz a vacsora, és a versenyre majd a holnap reggelinél bővebben. Mert össze kell szednem a gondolataimat, meg az érzéseimet, de majd ez a kis pizza és csirkefalatka segít. Úgyhogy holnap reggelig. Jó éjszakát!